Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Én több videót készítek a kártya csomagokról, ami az én gyűjteményem. Ezzel segíteni akarok a vásárlásnál, hogy tudjátok azt, hogy melyik csomagban milyen kártyák vannak, sőt azt is mondom, hogy melyik kártya mit jelent. Ezúttal ezt a régi típusú Lenormand kártyát tekintjük meg. Az egyes számon alovas férfi van. Ez lehet egy férfi. Azt is jelenti a kártya, hogy valami vagy valaki útban van hozzád. Jelenti a mozgást is, változásokat, utazásokat, vagy autót. Ez lehet egy ló vásárlása is. Itt a kettes számnál látható a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Lesz egy szerencsés fordulat. Ez a kártya jelenti az időt is, négy napot, négy hetet, vagy április hónapot. A hármas számnál a hajó jelenti a reményt, de utalhat utazásokra, külföldi kapcsolatokra is. A négyes szám jelenti az otthonodat, vagy a családi kapcsolatokat, jelentheti valaminek a kiépítését, vagy utalhat ingatlanokra. Az ötös számnál van a fa, az jelenti a biztonság érzetét, ahol le lehet gyökerezni, utalhat a türelemre, vagy az őszi hónapokra, jelenthet egészségügyi témákat is. Persze erdőt, a természetet is. A hatos számnál van a felhő, az azt jelenti, hogy valami még átláthatatlan. A felhő az egy időkártya, jelent fél évet. Itt a hetes számnál van a kígyó, jelenti a transformációt, a megújulásokat, a gyógyító erőt, utalhat egészségügyi témákra, gyakran jelent egy nőt. Ez lehet barátnő, vagy valaki a családból, vagy lehet a kolléganő, vagy egy rivális nő. Itt a hajam látható, eltávolítom. A nyolcas számnál van a koporsó, ez jelenthet örökösödési ügyet, vagy régi témákat, vagy azt is, hogy szeretnél valamit befejezni, valamit lezárni. A kilences számnál van a virágcsokor, ez jelentheti a te szépségedet, a külsődet, a jó ízlésedet, egy kreatív tevékenységet, jelentheti a tavaszt, vagy a kerti munkát, tehát a virágokat is, vagy lehet egy kellemes meglepetés, egy ajándék. A tízes számnál van a kasza, ez el tud távolítani valamit. Lezársz valamit, kapcsolatokat, vagy egy bizonyos helyzetet, vagy a félelmeidet. A kasza az lehet egy meglepetés is, hogy valami történik olyan hirtelen, amikor nem is számítottál erre. Itt van az ostor, ez jelenti a vitákat, veszekedéseket, félreértéseket, és november hónapot. A 12-es számnál vannak a madarak, jelentik a mozgást, a vidámságot, a könnyűséget és a kommunikációt. A 13-as számnál a gyermek jelentheti a gyermekeket, vagy egy új kezdetet, a fiatalos kisugárzást, az ártatlanságot, néha a naív természetet.
a 14-es számnál látható a ravasz róga. Ez lehet egy rossz döntés, negatív gondolatok, negatív érzelmek, vagy egy hamis személy. A 15-ös számnál a medve jelenti az élet erődet, amivel be tudod bizonyítani magadat, jelentheti a belső erőt, a hitet is, vagy egy szemét, akinek szava van. Ez lehet egy bíró, lehet az apukád, lehet a főnököd. A 16-os számnál vannak a csillagok, ami szerencsét hoz, vagy jelentheti a spirituális területet. A 17-es szám a gólya. Jelenti a változásokat, vagy megváltozik a külsőd, vagy a hozzáállásod, vagy valami változik a környezetedben, ez lehet egy költözködés. A gyermekkel együtt utalhat egy kisbabának a születésére is. A 18-as számnál van a kutya, ez jelentheti a házi állatokat, kutyát vagy cicát, jelenti a hűséget vagy a barátságokat. A 19-es számnál a torony lehet egy személy, aki magas és sovány, ez lehet egy nagyváros vagy egy nagyobb épület, utalhat hivatalos dolgokra vagy bírósági ügyre. Néha jelenti a korlátozásokat, amikor fogva érzed magad a toronyban. Ez egy szűkös helyzet. A 20-as számnál van a park, ami jelentheti a szép környezetet, a természetet, vagy a nyilvánosságot. A 21-es számnál a hegyek jelentik a hegyvidéket, de lehet az ő hideg-rideg tartása, vagy a nehézségek, a problémák, az akadályok. Jelenti a téli hónapokat. A 22-es számnál az utak jelentik a döntéseket, amikor elgondolkodsz azon, hogy melyik irányba. A 23-as számnál jelennek meg az egerek, és eltávolítanak valamit. Én mindig úgy szoktam mondani, ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az nincs ott. Tudnak segíteni, hiszen el tudják a negatív kártyákat távolítani. Itt van a 24-es szám, a szív, ami utalhat a szeretetre vagy a szerelemre. A 25-ös számnál a gyűrű jelentheti a házasságot, vagy jelentett eljegyzést, vagy jelentett szerződéseket, kapcsolatokat, azt is, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád. A 26-os számnál a könyv jelenthet könyveket, ennek a vásárlását, vagy olvasását, vagy egy könyv kiadását, de jelentheti a tudást, a továbbképzést, azon kívül vagy a zárkózottságot, vagy a nyitottságot. Néha előidézi azt, hogy úgy érzed, hogy valaki eltitkol előled valamit. A 27-es számnál van a levél, ez lehet egy hír, vagy minden, ami olyan írásban történik, egy szerződés, vagy egy dokumentum, vagy egy írásbeli vizsga. A 28-as számnál van a férfi, ez kétszer jelenik itt meg, egy sötét hajú, vagy egy szőke férfi. Itt látható a korona a feje felett, tehát ennek a férfinek van szava is. Mindkét kártyát használhatod, vagy kiveszed az egyiket a csomagból, ha zavar az, hogy a férfi kétszer jelenik itt meg. A hölgy is kétszer látható. Én úgy gondolom, itt egy idősebb
nőről van szó, itt egy fiatalabbról, itt van a korona a feje felett, tehát nagyon magabiztos, itt egy szőkehajú, itt pedig egy sötéthajú nőről van szó. A 30-as számnál megjelenik a lilium, utal szép gondolatokra, tiszta érzelmekre, vagy hogy tisztázódik valami. Jelenti a szexuális témákat is. A 31-es számnál a nap jelenti a valóságot, megvilágít valamit. Tisztán látjuk a dolgokat, jelentheti a melegséget, vagy a magabiztos fellépést, a nyári hónapokat. A 32-es számnál a hold jelenti az anyai témákat, vagy az álmokat, vágyakat, elképzeléseket, vagy az intuíciót. Itt látható a 33-as szám, a kulcs, jelenti a magabiztos fellépést, vagy hogy ezzel a kulccsal le lehet zárni valamit, vagy kinyílik valami, egy új lehetőség. A 34-es számnál a halak jelentik a jólétet, a gazdagságot, a pénzügyi dolgokat, jelentik a belső értékeket is. A 35-ös számnál a horgonya biztonság érzetét, ahol le lehet horgonyozni, jelenti a munkát és a hivatást is. És a kereszt utalhat a hitedre, vagy egy spirituális területre, kármikus témákra, sors utakra, vagy döntésekre, amikor elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, leírhatod a véleményedet a kommentárba, köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dender Rám!